Jó napot kívánok innen a Dunapartról, a közel 150 éves Lajta Monitor hajó mellől. Koltai Anna vagyok, önök pedig a Közlekedés 21 című műsort látják. Bővülő közbringarendszer a fővárosban. Időutazás Sziget-Szent Miklóson, a Csepel Autó Gyártmány Múzeumban. Szergely 50 éves. A Szovátai Kisvasúton jártunk. Május közepétől ismét látogatható a parlament alatt a Lajta Monitor, a Monarchia egyetlen rekonstruált hadihajója. Íme a Lejta, vagyis magyarul Lajta. A 19. század végén és a 20. század elején épített 200 monitor típusú hajóból a világon 9 darab maradt meg összesen. A Lejtát 1871-ben bocsátották így a testvérhajójával, a Marossal együtt, és a maguk korában a Monarchia legmodernebb hadihajói voltak, hiszen először alkalmaztak forgatható lövegtornyot hadihajón. Ezek voltak a Monarchia első teljes páncélvédettségre rendelkező hadihajói, amelyekről már elmaradt a vitorlázat, illetve a kötélezet, de Lejta és a Maross voltak Európa első folyami monitorja is. És a Lejta jelentőségét még fokozza tovább az a tény is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia egyetlen felújított hadihajója napjainkban. A Lejta fedélzete ereszkedő, úgynevezett csíkbogár fedélzet. Hogy merülése csekély legyen, könnyűnek kellett maradnia. Az ereszkedő fedélzet és az alacsony oldalfalak révén pedig kis kiterjedésű páncélzatra volt szükség. A monitorok genezise az amerikai polgárháború időszakára tehető, ennek a hadihajó típusnak a névadó hajója az északi USS Monitor volt. Alapvető jellemzője az alacsony, erős páncélvédettséggel rendelkező hajótest, illetve a szabadon forgó lövegtorony volt. Eredetileg emberi erővel forgatták a hatalmas acélszerkezetet, de ez a gyakorlatban meglehetősen nehézkesnek bizonyult, így gőzhajtásra váltottak. Ez a Coles-féle lövegtorony szabadon tud forogni 360 fokban, és először használtak monarchiás hadihajón forgó lövegtornyokat. A lövegtoronyban eredetileg 2 darab 1861 mintájú 15 cm-es kaliberrel rendelkező ágyút helyeztek el, és maguk korában ezek voltak a Monarchia legmodernebb tüzérségi eszközei, mert ezek már boncsővel rendelkeztek és hátultöltős tüzérségi eszközök voltak. A lövés előtt azonban a Lajta legénységének eleinte szokatlan plusz feladata is volt. A hajó reterátjai a lövegtorony elé tákolt ideiglenes fabódékban kaptak helyet, melyet lövés előtt el kellett bontani. Ezeket a bódékat cserélték le a kor legmodernebb vízöblítéses WC-ire, melyek itt a két oszlopban kaptak helyet. A Lajta igazi folyami hadviselésre tervezett monitorhajó. A hajó vízkiszorítása 310 tonna, hosszúsága 49,98 század méter, legnagyobb szélessége 8,13 század méter. A hajó merülése nagyon kicsi, csak 1,6 század méter. Ez pontosan a harmada a USS Monitorénak. Ebből kifelől alacsonyabb vízállású folyamszakasz részeken is tudott közlekedni, és mivel a periszkópos volt a kéménye, ezért az alacsonyabban levő hidak alatt is át tudott menni. A hajón egyszerre 60-an teljesítettek szolgálatot. Rossz időben itt lent, a legénységi szálláson függő ágyakban aludtak. Jó időben az ágyakat hálózsákként használva a fedélzeten pihenhettek a matrózok. A géptérben vagyunk. Ilyen kazánból kettő adta a gőzt a Lajta haladásához, eredetileg pedig nem is hajóra tervezték őket. A kazánya az egy érdekes technikai megoldás volt, eredetileg nem hajókra szánt kazánokat szereltek be, hanem lokomotív kazánokkal rendelkezett. Ez azért volt érdekes, mert ezek jóval kisebb tömeggel rendelkeztek, mint a hadihajóra szánt társaik. A Lajta 46 évig szolgált hadihajóként. Végig harcolta az első világháborút, részt vett az Al-Duna, illetve a Szávai csatározásokban, Belgrád első és második ostromában is, illetve az első világháború után még harcolt a csehszlovák intervenciós erők ellen, illetve részt vett a legendás antikommunista monitor lázadásban. 1921-ben végleg leszerelték, és a hajó 70 éven át folyami kotróként szolgált tovább, FK-201-es jelzettel. A 90-es években fedezték fel, hogy a kotró elevátor teste valójában egy történelmi különlegesség. A Hadtörténeti Múzeum tulajdonába került, restaurálták, és 2010-ben múzeumhajóként újjáavatták. A hajó a parlamentnél látogatható 10-től 18 óráig, hétfő kivételével minden nap. A belépés ingyenes. –15 négyzetkilométer, 76 gyűjtőállomás és közel 1100 darab kerékpár. Ez ma a MOL-Bubi közbringa rendszer számokban. A szolgáltatás pedig idén-nyáron tovább bővül.
Nemzetközi példák nyomán indult el itthon a közbringa rendszer, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend Budapest belvárosában. Zoltán Bubi bérletes. Elégedett felhasználó, gyakran ül kerékpárra. De nem csak itthon, külföldön is használja a közbicikli hálózatot, ha teheti. Svédországban többször is használtam, Svédországban szerintem csodálatos, egyszerű, és gyakorlatilag az egész város szinte bejárható a biciklivel, tehát nagyon optimálisan van kialakítva. Ugyanilyen pozitív tapasztalataim voltak Londonban például, ahol szintén könnyen lehet használni, de a kedvencem az Ausztráliában Melbourne, ahol egy hatalmas hálózat áll a helyiek és a turisták rendelkezésére. A BKK adatai szerint egy átlagos tavaszi napon 2000 bérlést regisztrál a rendszer. A rekord eddig egy szeptemberi nap volt 6000 bérléssel. Két típusú felhasználása van a rendszerünknek. Az egyik a klasszikus munkába járás reggel, illetve a munkába a haza, tehát jellemzően reggel 7.30 és 9 óra között, hétköznap nagyobb felhasználási arányok. Hétvégén pedig a klasszikus péntek este 10 órától szombat hajnali 4-5 óráig, és szombaton este 10-től megint vasárnap reggelig. Úgyhogy, és igen, ez a buli negyedbe többnyire arra felé terjed ki. Úgyhogy szerencsére nagyon megkedvelték az emberek általában a MOL-Bubival közlekedést, és úgy is használják, hogy annó kitaláltuk a rendszerünket, hogy a közösségi közlekedéssel kombinálva. A Bubihoz bérletet kell venni. Az éves ára 18.900 forint, a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezőknek ugyanez csupán 9.450. Szerintem nem jó az a rendszer, hogy külön kell Bubi bérletet venni, tehát hogyha egy kedvezményes Bubi használat lenne lehetséges azok számára, akik tömegközlekedési bérlettel rendelkeznének, az mindenképpen egy szolgáltatási továbbfejlesztés lenne. Tehát nem a rendszer fizikai részét fejleszteném, hanem elérhetőbb közelségbe hoznám azokkal, akik alkalomszerűen használják, nem feltétlenül vennének ezért 12 vagy 8000 forintért éves vagy fél éves bérletet, viszont rendszeresen használják a tömegközlekedést, ezért tulajdonképpen a BKK-nak az ügyfelei. Az ő esetükben én mindenképpen kedvezményes bicikli kölcsönzést tennék lehetővé. A BKK is rájött erre. Most az éves bérleteseknek 6000 forintos Bubi bérletet kínálnak, melyből 5000 forintot használati díjként elszámolhatnak. És napjegyet is vehet, aki szeretne, 500-ért. A turisták ezt a megoldást kedvelik. Május 14-ig egy hián 6000 darab jegyet sikerült értékesítenünk az idei évben. Ennek körülbelül a 70%-a turista. Fontos, hogy a napi egy nem egész napos bubizásra jogosít, ez csak hozzáférést ad. A fél órás ingyen használat után a Bubi további fél óránként 500 forintba, a harmadik óra elteltével óránként 1000 forintba kerül. Ez fontos a Mobi rendszerrel kapcsolatban, hogy nem kerékpárkölcsönző rendszerről beszélünk, hanem egy közösségi közbringa rendszerről, ami arra van, hogy rövidebb távokat tegyünk meg kerékpárral, kiváltva mondjuk egy trolibuszos, egy villamosos vagy egy metrós közlekedést a belvárosba, illetve ezekkel kombinálva, hogy a hévvel bejövök Batthyány térig, és a Batthyány tértől pedig MOL-Bubira váltok az utolsó 500-600 méterre, hogyha kell, és mégsem gyalogolok. Másútt is jellemző ez a rendszer. Ausztráliában fél órát használhatod, és utána 5 percig, vagy 15 percig azt hiszem, nem is bérelheted ki újra. Tehát azt feltételezi, hogy valamiért rövid távot meg kell tenned, de nem azt, hogy alapvetően egyfolytában biciklizni akarsz. Arra szerez be egy saját biciklit. A Bubi a BKK adatai és a felhasználók visszajelzései szerint is bevált. A közlekedési központ tavaly befolyt kötbéreinek köszönhetően idén 21 új állomást építenek, további egy pedig magántőke bevonásával készül el a Korvin sétányon. 22 gyűjtőállomásban, főleg most budai kerületekbe bővítünk, azonban Pestre is jut belőle egy jó pár. Most kihúzzuk a rendszerünket egészen a Fény utcai piac, a Komjádi uszoda környékéig, a pesti oldalon a Váci út, Dózsa-György út sarkáig, illetve a bal oldalon átmegyünk a 9. kerületbe a déli oldalon, illetve a bakcsomópont lesz a budai déli része a rendszernek. Jelen pillanatban itt tartunk, már nagyon várjuk, hogy átadhassuk az ügyfeleknek az új rendszerelemeket, az új gyűjtőállomásokat. Ők is nagyon várják már, és nagyon reméljük, hogy ez még több ember fog bevonzani a rendszerbe, még többen előszeretettel fogják használni. Zoltánnak a további fejlesztésre is van ötlete. Az egy nagyon jó dolog lenne, ha azokat a területeket, ahova szívesen mennek el, és nem hegyvidéki terület, de ahova a városlakók szívesen mozdulnak ki, ha van szabad 4-5 órájuk, római part, részbe Bubival meg lehetne közelíteni. Tehát például vegyük ezt az esetet, hogyha a Hévtől könnyen el lehetne biciklizni a római partra, az biztos sokan szeretnék. A legszebb kor egy férfi életében. Szergej, vagyis az M62-es dízelmozdony idén ünnepli 50. születésnapját.
A vasútbarátok körében rendkívül népszerű típus az M62-es dízelmozdony, vagy becenevén a Szergej. Az idén 50 éves olajfaló nem véletlenül kapta az egyik leggyakoribb orosz férfi nevet, hiszen az egykori Szovjetunióból származik és jelentős részét képezte a magyar vasút dízel flottájának. Közel 300 mozdony érkezett be az országba. Ugye a záhonyi széles mozdonyok mind a mai napig dolgoznak, hiszen azokon a vágányokon nem tud más menni, bár nincs már meg az összes. A normálnyomtávú Szergej közé a 60-70 darab, ami még dolgozik jelenleg. Annyira népszerű lett az M62-es elnevezés, hogy még olyan országokban is ezt a jelölést használták, ahol más számozási rendszer volt szokásban. Ilyenek például az ukrán, a lengyel vagy a baltikumi országok vasútjai is. Létezik egy olyan városi legenda, miszerint az orosz mozdonynak némi köze lehetett az amerikai ősökkel büszkélkedő Nohabhoz. El tudom képzelni, hogy egyes dolgokat megnéztek az oroszok, de ez a mozdony teljesen más, mint a Nohab. Abban a korban ez nagyon gyakori volt a kétütemű dízelmotornak az építése. Ma már ezt nem csinálják, mert a környezetvédelmi normákat nehéz vele teljesíteni. A főgenerátora és a TC motorjai teljesen más. Hogy ugyanazt a regulátort használják? Hát ez azért van, mert abban az időben ez volt a legkorszerűbb regulátor, ez a Woodward regulátor. A Nohabra is, a Szergejre is ugyanezt tették föl. A Szergej jól bevált és megkedvelték a hazai mozdonyvezetők annak ellenére, hogy azért akadtak vele problémák bőséggel. Vannak érzékenyebb pontjai az M62-esnek, mint például a nyári nagy meleget nem szereti. A hűtése ugye ez ilyen oroszos, ugye ahhoz az időjárási viszonyokhoz készült. Itt eléggé figyelni kell rá, nyáron nagy meleg, hamar túlmelegszenek a nem elégséges hűtés miatt a hűtővíz. Abban az esetben, hogyha megkapja azt a karbantartást, ami minimálisan szükséges, akkor egy elnyűhetetlen mozdony lesz belőle. Tehát nagyon megbízható, hozzáértő személyzetet igényel. Nyilván ez a mozdony nem olyan, mint a mai korszerű villamos mozdonyok, hogy sofőrként vezethetem. Itt oda kell figyelni, hallgatni a hangját, és hogyha valami olyan van, akkor a mozdonyvezetőnek ténykedése van. Azért ugyan 3-4 év alatt megette rendesen az alkatrészeket, nagy volt az olajfogyasztás, sérülékeny volt ilyen szempontból már olajfelhordás, ezáltal meg már a hangtompítóba tűzveszély kialakulása, de még mindig teszik a dolgokat és eléggé alaposan, tisztességesen. Pályafutása során az M62-esek közül is akadt néhány kiemelkedő példány, ilyenek voltak például az úgynevezett kormányzati gépek is. Ez a 265-ös azért érdekes, mert ez nagyon sokáig úgynevezett kormányzati gép volt. Ugye a kormányzati vonatokat évtizedeken keresztül nem engedték villamos mozdonnyal továbbítani. Ugye itt különösen a szocialista időszakban mindenki attól félt, hogy itt a felső vezetékkel vagy történik valami, és az ellenség megtámad minket, vagy valami hasonló, és ezért kizárólag dízel mozdonnyal lehetett továbbítani. A megfelelő utánpótlás hiányában 1999-től 34 mozdonyt remotorizáltak, ahol a motorcserével együtt más korszerűsítéseket is végrehajtottak a Szergejeken. Egy strapabíró dízelmotor van benne, járművezérlés is, nem sok probléma van vele, nyári meleget is bírja, mert ugye négyütemű motor, korszerű, azzal is ugyanazt a tapadást tudja, ugyanazt a vontatási teljesítményt lehet kihozni a gépből, mint a hagyományosnál. A mozdonytípus népszerűségének köszönhetően a legfontosabb példányok időről időre megújulnak. Így maradt fenn a 001-es is, a sorozat legelső hazánkba érkező gépe is, bár az újjászületés korán sem zökkenőmentes. Sajnálatosan az alkatrész hiány ennek a felújítását is hátráltatja. Pillanatilag ez egy látványmozdony, mert belsejében az erőgép nincs meg, tehát benne sincs. És nem tudják egyelőre befejezni a felújítást, mert nincs hozzá alkatrész. Úgyhogy de minden bizonnyal meg lesz, tehát még ezen a nyáron ez a mozdony dübörögni fog és működni fog. És hogy miért is sikeres a Szergej története? Egy M62-es a mozdony. Úgyhogy ezért is tartotta fontosnak a veresegyházi Baranyai János Vasútmodellező Klub az 50 éves születésnapi rendezvény megszervezését. Ezt egy éve szerveztük ide meg, ezt a 50. évfordulót. Bízok benne, hogy nagy sikere lesz. Mert ugye a vasútmodellezőknek is sokat jelent az M62-es. Melyik modellezőnek nincs Szergeje? Szóval ez egy alapvető törvény, hogy a magyar országon közlekedő járműveknek mindegyiknek szerepelni kell az asztalunkon, illetve hát a kiállításokon általában, és hát a Szergej, hát 50 év, egyszer van. És 50 év ide vagy oda, a mozdony bizony ennyi idősen is jó, ha kéznél van. Ha valami kidől egy M41-es vagy bármi, azonnal ezt a gépet is bírják még mindig, úgymond 50 év után a strapát.
megnyílt a Csepel Autógyártmány Múzeum Szigetszentmiklóson az egykori autógyár területén. Felújított autókat, teherautókat, motorokat és részegységeket is láthatnak a tárlaton, ami ráadásul ingyenes. A Csepel Autógyár nemzeti vállalatot 1949-ben hozták létre. A sorozatgyártás gyors megkezdését egy már kész terv, a német Steyr egyik licenszének megvásárlása tette lehetővé. Az első Csepel teherautók ekkor a világszínvonalat képviselték. A kiállítás egyik legrégebbi darabja ez a D344-es vegyi mentesítő felépítménnyel. Közel 40 évig volt hadrendben. A kolontári iszapömlésnél is lehetett egy darab öreg járművet látni, amelyik ott annak ellenére dolgozott, hogy hosszú évtizedeket már a hadseregben dolgozott. A régi csepeles és a régi csepelek. Békés György 1965-ben kezdett a Csepel autógyárban dolgozni. Most ő a tárlatvezető. Az első Csepel járművek kifejezetten katonai célra készültek. Például az összkerék meghajtású négyhengeres Csepel motorral felszerelt 344-es. A vezetőfülkét, ha megnézzük, akkor a motor alatta nagyon könnyen hozzáférhető, ami két oldalt le lehetett venni lemezburkolatot, illetve a motorháztetőt föl lehetett nyitni, és könnyen lehetett javítani, akár rendkívül mostoha körülmények között is. Nagy változást hozott a modellek sorában ez a D566-os. Ezt már hathengeres álló Rábaman motorral szerelték. Ez a jármű még azért is érdekes, mert menet közben a guminyomást lehetett állítani, attól függően, hogy milyen terepen közlekedik a jármű, illetve a kerekek közvetlen kerékfelfüggesztéssel készültek, és minden kerék közvetlen kerékhajtással működött. Ami azt jelenti, hogy az egyik kerék lehet, hogy jégen volt, a másik homokba volt, az egyik magaslaton volt, a másik egy gödörbe volt, de gyönyörűen tudott menni a terepen. Mi sem jellemzi ezt a járművet jobban, mint azt, hogy 30%-os emelkedőn teljes terhelés mellett fel tudott menni. A polgári közlekedés és szállítás is megkapta a maga elnyűhetetlen csepelét. A D705-ösből 59 és 72 között 2500 darabot készítettek, melyből több nyerges vontató is került például a Hungarokamionhoz. Amikor a Hungarokamiont létrehozták a nemzetközi szállítás szükségessége miatt, akkor a Csepel autógyárnak egy olyan járművet kellett konstruálni, ami ennek megfelel. Ez lett a mögöttem lévő jármű. A Hungarokamion nagyon megszerette, nevet is adott neki, ez volt a híres Kázmér. A gyár fénykorában Szigetszentmiklós lakosságának jelentős hányada itt dolgozott. A 70-es években, amikor úgymond a csúcson volt leginkább ez a gyár, akkor közel 10 000 ember dolgozott itt. Hatalmas a nosztalgia. Internetes közösségek, összejáró közösségek léteznek mind a mai napig. Hihetetlenül nagy az érdeklődés. A látogatható tárlat végül hármas együttműködés eredménye. A csepelesek autóikat hozták, az önkormányzat szervezi a látogatókat, az Áti-sziget ipari park pedig saját költségén felújította és ingyen adta ezt a csarnokot. Hogy miért? Ezen a területen nagyon komoly műszaki fejlesztés volt, és amikor ezeket az autókat gyártották, akkor ezek a világszínvonalnak megfeleltek, és ebben nagyon sok magyar szellemi termék volt, magyar mérnökök, magyar művezetők, magyar munkások hozták ezt létre, és úgy gondoljuk, hogy ezt nem lenne szabad, hogy elveszteni, és ezért próbáltuk ezt a lehetőséget biztosítani, elsősorban a gépjármű tulajdonosoknak, mert ők ugye hát ezt tárolták, ahol tárolták, rendbe tették, és azt gondoljuk, hogy itt van a legjobb helyen, ők is így látják. Egyőre 4 olyan gépjármű van itt, ami nem a mi tulajdonunk, 2 a mi tulajdonunk, és a fődarabok egy része és a miénk egy része pedig gyűjtőktől kaptuk. Tovább tudjuk bővíteni a múzeumot, még szeretnék legalább ennyit erőtot itt elhelyezni, és ezt itt a nyilvánosságot is kihasználni arra, hogyha valakinek van olyan járműve, amit ide lehetne kiállítani, és hajlandó arra, hogy itt megfelelő tárolási megállapodás keretében hozza, akkor mi szívesen látjuk, és tudunk neki ilyet biztosítani. A tárlat májustól októberig 10 és 15 óra között ingyenesen látogatható az előre egyeztetett időpontban.
Felejthetetlen élményt kínál a Sóvidéki kisvasút. A keskeny nyomtávon közlekedő gőzmozdony egy óra alatt teszi meg a 17 kilométeres Szobáta-Vármező távolságot. Székelyföldön a nyár átvölgyében tavasztól őszig közlekedik a Nosztalgia vonat. A gőzmozdony lengyel gyártmány, 1949-ben készült. A személykocsik pedig már a 80-as évek hangulatát idézik. Szobáta és Vármező között megközelítőleg egy óra alatt teszi meg a kevesebb, mint 20 kilométeres utat. A mozdony most két utazás között tüzelőért indul. A működtetőknek a szénnél egyszerűbb fát beszerezni, így ezzel fűtik a kazánt. A mozdonyvezető és a fékező kevesebb, mint negyed óra alatt pótolja a tüzelőanyagot. Lakatos Lajos évtizedeket töltött a kötött pályán. Az iskolában még tanulta a gőzmozdonyok vezetését is. Evel a szabályzóval nyitom ki a szelepet. Itt fenn a szelep kinyílik, és beengedi a hengerekbe, a kétfelő a hengerbe beengedi a gőzt, és az a gőz mozgassa a hengerekbe az ugattyúkot, az ugattyú pedig mozgassa a bielemotort, és az pedig mozgassa a kerekeket. A Marosvásárhely-Parajt közti 74 km hosszú vasútvonal építése még a boldog békeidőben kezdődött. 1912-ben kezdték el a töltések emelését. 1915-ben indult az első menetrend szerinti járat. A keskeny nyomtáv gazdaságosabb. Az alacsonyabb pályasebességnek megfelelően kisebb sugarú íveket lehet kiépíteni, a hegyi terepen ez előnyt jelent. 1997-ben viszont épp a veszteségekre hivatkozva szüntették meg a járatot. 14 évvel később egy családi vállalkozás indította újra a közlekedést a Szovátához közeli szakaszon. A családfőnek régi álma vált valóra, a helyiek által kávédarálónak becézett gőzmozdony működtetésével. Ő marosvásárhelyiként a magyar nyelvvel is könnyen boldogul, az újraindításhoz szükséges akadályokkal is megbirkózott. Síneket kellett pótolni, a talpfák egy része is cserére szorult, sőt az erdőben a 14 év kényszerszünet alatt a természet már visszafoglalta a vasút egyes szakaszait. A működtetés sem egyszerű, a gőzmozdony karbantartása a legnehezebb. Ilyen alkatrészeket már nem lehet kapni, úgyhogy gyártunk, vásárolunk. Esztergalpad, padon, marógépen, mindenféle. A legbonyolultabb a mozdony hengereit javítani, de a gyűrűk, szabályzók cseréje is időigényes. A vasútvonal karbantartását a vállalkozás alkalmazottai végzik. Van egy csapat, amelyik jár ki, jön ki reggel, végigmennék a pályán, és akkor telefonálnak, hogy jöhetünk ki, vagy rá van esve egy ág, vagy egy kő, vagy ilyesmit, és akkor ők adják a zöldet, hogy indulhatunk. A szezon elején és ősszel csak hétvégeken közlekedik a Nosztalgia vonat. Nyáron viszont már hétköznaponként is fogadnak szervezett csoportokat. A vonat naponta háromszor teszi meg a Szobáta és Vármező közti utat. A gőzmozdony füstje és jellegzetes hangja a turisták számára meghatározó élmény marad. A kisgyerek nagyon figyelt, amikor az erdő alkotta alagútban voltunk, ahol mesebeli hangulatúvá változott a táj. És az is nagyon tetszett neki, ahogy a kísérők mesélnek, az utasok énekelnek. Nagyon szép. Ez volt az első alkalom, hogy utazhattam a vonattal. Remélem, hogy nem az utolsó. Nagyon tetszett. Ajánlani fogom az ismerőseimnek is. A kisvasút népszerűségét a természet is segíti. Őzeket gyakran lehet látni a kocsiból, tavaly pedig hat alkalommal medve is felbukkant a sínek közelében. Sokan érkeznek külföldről, és van, aki a mindössze 10 példányban gyártott lengyel mozdony típusra kíváncsi. Nagyon sokan vannak. Jönnek Magyarországról, Lengyelországból, angol, német. Nem is gondoltam, hogy annyi olyan vonat szerető, ezek a régi mozdony szerető ember van. Egész Európában érkeznek. Például minden évben jön Angolországból, valaki felül a mozdonyra, mikor leszáll, akkor meg van változva. Elképzelhető, hogy néhány év múlva nagyobb utat tehet meg a Nosztalgia vonat. A Román Közlekedési Minisztérium tervezi a teljes vasútvonal felújítását. A 74 kilométeres keskeny nyomtávú szakasz újjáépítésének költségei megközelítik a 40 millió eurót.
Ez volt mára a Közlekedés 21. Köszönöm a figyelmüket. Legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk a Dunavördön. Addig is látogassanak el a honlapunkra, valamint megtalálhatnak minket a legnagyobb közösségi oldalon is, ahol visszanézhetik adásainkat. Viszontlátásra!